Meg volt egy vizsgálat a bohárkkal, a toll nem szabadta a sikerüljön. És ugye volt egy bohárkkal kapcsolatos vizsgálatok, és a végizeltnál volt a kapcsolatok. Ezt már ismerkedtetek, és hát egy biológia órájú fülyeszközön majd a mikroszkóp lesz megint, de más dologról is esik majd szó. És ezen a foglalkozáson egyrészt vázakról, másrészt kültakaróról, azaz bőrről lesz szó. Az állatokat vizsgálgatjuk, és nem növényeket. Nem is adtam feladatot, hogy nem fogtok kapni, ahogy szokás. És akkor már is osztatnál szép gyorsan minket, meg egy éves képviselő lehet, és aki bemelegítő segítségét, és utána a tovább vizsgálgat. Jó? Tárcák, kérek olvatok elég nyugodtan, van egy tízes pohár rajta, az mellő jön ki, hogy idő nem baj, mert hogy ezért volt félre inkább, hogy ne zavarjonok. És a felső órában, kicsit a másodikban ezt szeretnék belenyúlni, külső és belső vázakat fogunk vizsgálni. Az élő lények, az állatok egy jó része vázakat képez a testén kívül, vagy testén belül. Ugye az egyik célja lehet a vázak képzésének, hogy a külső káros hatást kivédje. Tudunk erre példát mondani, hogy mondjuk azért jó ez a váz, mert a külső hatás ellen védi. Védelmet nyújt. Mutatok valamit innen alulról. Mondjuk itt van ez az állat. Ennek is van egy külső váza. Mi ellen védi meg ez? Jól véd ez a páncél? Az még kemény. Igen. Mit tud vele csinálni? Hogy tud még kinézni egy ilyen technikát? Ragadozó kerénység. Behúzza a lábait a fejét, teljesen össze nem bejönik, illetve de visszahúzódik a páncélbe, és akkor aztán egy ilyen ragadozó nem biztos, hogy szét tudná robbantani, legtöbb ragadozó ellen véd. Jó? Tehát védelmet nyújt ilyen hatásokkal. Egyelőre leteszem, ez nem a második órában vizsgálódó, de mondjuk egy ilyen állatnak is ez védelmet nyújt. Vagy igen. Ez az állat a tengerekben él, és itt is védi őt a külső hatásoktól. Jó, például a múltkor vizsgáltunk ilyet, hogy bogarak, hízeltlábúak, ugye sav, lú, mindenféle környezeti általomtól megvédi őket. Jó? És azt is mondtuk, hogy ezen kívül a mozgásban is részt vesznek. Hogy is vesznek részt a... Hogy is vehet részt a vázban? Például miénk is a mozgáshoz is van köze. Miért? A íz. Azaz, azt hogy tudnád egy kicsit még szebben megfinálhozni, amit gondoltál? Hogy az izmok rajta tapadnak, vagy hozzá kapcsolódnak, és akkor az izmokkal együtt, ha csak izmok lenne, nem lenne ilyen belső vázunk, az izmok magukban csontunk nem lenne, nem tudnának mozogni, azáltal tudjuk mozgatni, hogy a csontjainkhoz tapadnak az izmok, és úgy tudjuk összehúzni, ellenkezteni. Ugye, ha emlékeztek rá, hogy ízelt lábat vizsgáltunk, ott is belülről tapadnak hozzá az izmok, jó? Tehát a mozgásra is készítettek. Az állatokat szokták képen csoportra úgy osztani, hogy gerinctelenek, meg gerincesek. Tanultatok ilyen felosztásról? Gerinctelen? Kinek jut eszébe olyan csoport, hogy gerinctelen állat? Ami a csiga. Csiga, gilisztrák. A hernyó az milyen állatcsoportnak a milyen? A rakének a várhája, tehát ez egy ízelt lábú, vagy tehát vannak rovarok, a gilisztra, hova tudják. Őrösvérgek. A csigák, ugye valami puhatestűek. Ezek mind gerinctelenek. Van-e még valamilyen gerinctelen csoport? Volt már akkor ízelt lábú, puha testű, féreg. Nem jó, mert ez pont egy gerinces. Jó, legegyszerűbb csoportokkal kezdjük, amelyeket nem említettetek, de nektek is ezek vannak így a képeken. A
legelső csoport a legfejletlenebb állatcsoport. A váza is ott is meg. Mind a kettő szivacs. De amire gondoltál, szerintem az ez. Mire gondoltál? Mert ez majd a második. Én is elálltok, ez még a tengeri moszatok, meg jó. Tengeri moszatok, és nagyon egyszerűen azok növények. Polipok, nagyon jó. Jó, akkor maradjunk ennél az első csoportnál. Nagyon jó, amit mondtam, medúzafélék, azok egy másik csoportba tartozik, az első. Most csak így sorba haladnánk, mik ezek a váza, sorba haladnánk, és megmondanánk, hogy milyen kémiai anyagból, milyenből áll, milyen tulajdonosok van, mert ezeket fogjuk mindjárt megvizsgálni. Az első állatról készült kép, ez elég picike, úgyhogy egy másik képet fogok mutatni, gyorsan visszamegyek az elejére. Ezek a szivacsok. A szivacsoknak többfajta váza van. Ez az egyik váz, amit most a kezembe tartok, ez olyan, mint boltra is lehet kapni, úgy hívják, hogy mosdó szivacs, körbe adhatod, tessék. Igen? Ez valahely állat volt. Valamikor ilyen világos színű, ez sötétebb színű, mert ez nincs úgy kezelve, mint a boltiak. Boltba is lehet ilyen mosdó szivacsként tengeri szivacsot kapni. Ez is egy szivacs, de ennek nem olyan puha a váza, kicsit hasonlít, mint az, de ez nem törékeny azért, de szúrósabb. Jó, ezt is körbe lehet adni. Ezeknek az állatoknak ez a váza. Hol keressük benne az élőlény? Szerencsére ebben nincsen, azért meg is foghatjuk. Már is jól van feltőtlenítve, de ebben valaha volt élőlény. Csak ide egyszer. Hát, ha megnézitek, ez olyan abban nagyon sok a szivacshoz, az igazi is, vagyis a műszivacshoz, ami tárgyatörlésre használsz, vagy mosakodásra, hogy számtalan apró, nagyon sok apró lukacs rés van rajta. És ezekben a résekben, lukacsokban éltek valaha az élő lények. Valahogy ezt úgy lehetne elképzelni. Figyelj, akkor közben. Nem kell még a mikroszkópot használni. Hogy én... Tessék nyugodtabban is elfelni, jó? Ezt tudjuk tőletek. Adjátok szépen, mindenki megfoghatja, azért vagyunk itt, hogy ezeket megtapasztaljuk. Adjék tovább. Úgy lehet elképzelni, hogy ez a váz a szivacs egyedek, figyelj már, mennyi szíves erre, kirakódik. Tehát az egyébként puha testüket, és egy-egy ilyen szivacs egyed az olyan, mint egy ilyen mikroszkóposan nagyobb méretű, szabad szemmel is már látható, ilyen tehelyszerű, van egy felső nyílása, meg az oldalán sok-sok apró nyílás. És mivel a teste nagyon puha, kocsonyaszerű, maga köré ilyen vázat képez. Na most sok szivacs van olyan, ami így egyedül él. Egy-egy szivacs, egy-egy kehely. Például ez olyan, hogy ez egy-egyed, és jó nagyra nő, akár fél méteresre is. Ez egy másik szivacs egyed, viszont gyönyörű szép a váza, olyan, mint egy ilyen csipke. Olyanok is vannak, nem nálunk, a tengerekben. Ezt úgy hívják, hogy Vénusz kosárba ezt a gyönyörű szép szivacsot. Viszont az ilyen szivacsok, mint ez, vagy mint amit a kezedben tartasz, ez olyan szivacs, ami azt mondjuk, hogy ilyen sokan élnek együtt, mint egy nagy házban a lakók, lakások tele fekete alkotnak. Tehát ez nem egy magányos egy-egyed, hanem ez a sok egyed, sok kis egyed élt együtt. Viszont van olyan szivacs is, ami egy-egyed és nagyra nő. Ez például szerintem egy olyan, ami egy-egyed volt, itt volt ez a nagy fő nyílása, és akkor maga köré egyen vastag a rétegekben rakódott be ez az anyag, amiből a váza van. Jó, visszatérve ide és a munkafüzetedhez. Az első, tehát a
az elsők a szivacsok. Vizsgálódni fognak velük. És amiket körbeadtam, mind a kettő szivacs olyan volt, hogy a vázunk anyaga kémiailag egy olyan anyag, ami bennünk is előfordul, szarú anyag. Szarú. A szarú az egy szerves kémiai anyag, és viszonylag puha. A hajunk anyag is ilyen szarú. Tehát olyan nem élez már, szerves anyag. Ez a szivacs pedig a másik, ami szintén részben szarú, ebben valószínűleg mész is van, az anyag azért olyan kemény. Tehát szarú, mind a kettőben van, majd ilyet fogunk nem sokára vizsgálni, de egy picit tovább lépünk. Nagyon hasonlítanak a szivacsokhoz ezek az állatok, aminek szintén a vázuk ismert. Bőven, hogy van vázuk, sőt azon ismert. Ismeri-e valaki, hogy ez mi lehet, ugyanaz, mint neked is? Nagyon hasonlít a szivacs, de ez meg nem szivacs. Ezek korallvázak. Meg lehet tenni, de csak akkor még ott is elfelejtett. Ez minden megfarkó. Tehát magyarul nem lehet tenni. Kár lenne a vezetőnek. Jó, ez mire hasonlít a múlti kinézetre? Agykorall. Akinek ilyen tekervényes az agya, annak vagy a felszíne, akinek sima felszíne, az nem olyan makos, de az embereknek mind ilyen egyébként. Kicsit nehéz és törékeny. Ez is egy korall, ez pedig agarú korallhoz hasonlít, ez egy másik. Ez igen kemény, egyáltalán nem puha. Amilyen szépséghibája, hogy ugye korallokat sokszor látok, a természetfilmekben nagyon sokszor lát korall, miket és mit gazdáltak előtt az állatokat, hogy olyan nagyon szép színesek. Na, ezek fehérek, van ami eredetileg is fehér, ez valószínűleg olyan volt, de van ami piros, van ami sárga, narancssárga, nagyon sok fajtájuk van, és akár milyen fajtájuk is van, ez a kettő az pont az, amit körbeadtam, vagy ahhoz hasonló, az anyaga mindig ugyanaz. Tudjuk-e, hogy milyen kémiai anyagból áll vajon? Ez nem szarúból áll, nem szerves anyag, hanem egy keményen, szervetlen anyag, egyszerűen mézből áll, mézből. Mit tudunk a mézről? Tudtok-e valamit a mézről? Hátszom, hogy az a méz. Mi az a méz? Festék. Fehér. Festék vagy testőke. Igen, szintén szartam a csillát. A csigának is messzessége van. Aha. Jó. Van-e még a környezetünkben szokott-e lenni valahol mész? Mészkő, milyen formában? Hegységek. Hegységekben nagyon jó. Tudja veled, hogy hogy képződtek a mészkő hegységek? Kűrődés is jellemző rájuk. A mészkő anyaga, az a méz, igen, adják a szemünkre. Ezt eladom, aztán átadjuk ide, jó? Tulajdonképpen a mészkőhegyek úgy képződtek, hogy valaha élt állatok, vagy apró muszatok, amik növények, de azok is lett mészvázuk. Mészvázas élőlények. Ugye miután ezek elpusztulnak, mi lesz velük a tengerben, elpusztul egy állat? Mondjuk hogy magától elpusztul, vagy megeszik, de a szilárd részeit nem. Ki lesz azzal? Lebomlik a tízben. Lemegy ez a jelre és lebomlik. Na most a mészkő nem bomlik tovább, mert ez már egy lebomlott szervezlen anyag. Az nem tud a vízben lebomlani, hanem lerakódik, és ilyen a nyomás a vizek alján. A nagy mélységbe hullik le. Kicsi. Inkább nagy. Sokkal nagyobb. Nagy a nyomás, és akkor összepréselődnek ezek a vázak, és főleg, ha rárakódik még egy réteg üledék, még egy réteg az alsóban, mert keresik a szintem, és akkor az történik, hogy kiszárad a tenger, akkor a felszínre kerül ez a méz, meg is gyűrődik, és így képződnek a mészkőhegyek.
Tehát ha valamilyen mézkölgyet látok, akkor valaha ott gyakorlatilag egy tenger volt, valaha kiemelkedett. Jó? Ezeknek még lesz valami jelentősége van számunkra. Hogy képzeljük el a korallokban az életet? Mondjuk itt ez az agyszerű valami, hogy lehet benne élőlény? Amikor él egy korall, akkor valahogy így nézhet ki, egy piros a váz, és kinyúlnak belőle, ki tudnak bújni, nem tudnak, tehát elszakadni, nem tudnak tőle, csak kinyúlnak belőle ilyen apró lények, erre nem is tudok most írni, olyanok, hogy van egy ilyen nyelük és sok ilyen fonaluk, ezek a nagyon itt a medúza, csak állatnak hívják őket, nagyon ilyen kutyás lél együtt a korallvázban. De ezekben, ami nekünk van, már természetesen nincs ilyen. Jó, tehát akkor a második az, hogy korallról. Korallról. Milyen anyagból van a vázuk? Mit is mondtam? Mész. A mész még sokat szerepel a mai napon számolni. Jó. Harmadik állatnak szintén van váza. Mi ez? Csiga. És mondtátok is már, hogy a csigák és más puha testű váza szintén messzes mészből áll. Csak a mész itt lehet, hogy nagyon szép kristályokba rakódik le, és legtöbbőtöknek van egy csigaház is a tárcáján, nem mindenkinek van. Most oda pillancsunk már, akinek nincs hogy a csigaháznak a felszíne, lehet, hogy rücskös, de ha a belsejében nézel, ott meg olyan ilyennek tűnik a csigaház. Fényes. Csak nincsen ott. Megmondom, hogy miért nem. Az egy kísérlethez főleg használom. Láthatok már nyilván csak a házat, csak annyi, hogy a belső évben sokkal fényesebbnek tűnik, hogy házadéknek tűnjek ezt, és az a miért. Figyeljük egy picit erre. Tehát a csigaház felszíne lehet, hogy színes is, meg bücskösebb, a belseje, az meg sokkal fényesebb, az is mészből áll, de ott a mész úgy, mint ahogy a márvány, az is egy mészből áll, az egy nagyon sima, nagyon szabályos, kristályos, itt a belső része ilyen szabályos, kristályos. Csigákat sokszor látok, hiszen a szárazföldön is élnek, viszont nem látunk annyiszor ilyen állatot, mint ez, amit ha rápakolnak, vagy ilyen leszem. Ismerjél vele ti ezt az állatot? Nem úgy. Ki utat adni? Ki utat adni? Ismeritek a tűntet? Ah, előrül az. Ki jelent már ki utat adni? Én azóta sem. És milyen volt ez íze? Ilyen kicsi. Ez egy tintahal. Tudja vele, hogy hova tartozik a tintahal? Milyen állatcsoportban? A szilap, szivacsok. Puha testvér. Minek a rokona? Csigáknak. És a csigáknak is. Medúzáknak távolabbi, nem? De a puha testvérekkel egy puha testvérekhez tartoznak a csigák is, és a fejlábúak is, és még melyik csoport tartozik ide? Ez nem szerepel a táblázatban. Van még egy harmadik csoport, egy csigár, az hasonló, csak még egyszerű. Milyen állatok ilyenek léteznek, mint csigár? Tengelyesi. Nem? Kagylókra gondoltam. Az a legközelebbi rokonok. Csigár, kagylók, fejlábúak. Na most ezek a fejlábúak, vagy tintahalak, ezt mutatja ez a kép is, ezek a tintahalak, ezek is puha testűek,
tehát puha a testük, de van mégis valamilyen teremítő részük. Hallott-e valaki arról már? Ennek a tinta halnak van egy ilyen vázdarabkája. Ez itt lenne így van, hogy benne. Mutatok kettőjét. Ezt úgy hívják, hogy szépia csont, a neve. A szépia, hallottam arra, hogy ez a szépia? Mire van a neve? A telefon. Az is lehet, mert tintamérjük is van. A szépia az egy színt is szokott jelölni, mert nem hófehér, látjátok milyen? Szürke. Ilyen barna. Azért én többen ilyen hófehér, nem mondom, hogy mivel mostam, de ez kicsit sárga. Ez a szépia szín. Jó, ez a szépia csont. És én ezt most találtam össze, mert voltam az iskolában az Andiai csoporttal, az Andiai úton, mindig mennek az iskolából több útra a két anyárgyűs diákok, többfajta ilyen útra, és amíg mások a tengerbe fürödtek, az Atlanti óceánon, én pedig a barkán bókáztam, és találtam is ilyen szépia csontokat. Egyszerűen lebomlott az állat, és ott maradtam. Tetemem után ez a darab. Milyen anyag legyen abszunk vajon? Ha ez is keresztül, mint ez is néz. Ez viszont jobban porlad, körülbelül ne törögess már le, mert ez egy szép porlad. Egyébként onnan lehet még ismerni, hogy madár eleség boltba lehet esetleg érteni. Igen. Megehetjük? Nézd meg, és kopnatják rájuk a csőrüket. Ugye a csőrüket is jót tesz. Jó? Hát ez egy hívják. Ez a szépia csont és mézből áll. Még azt is megfigyelheted a tetején, ha körbeadod, hogy nézd meg még azt is, hogy olyan lesz, hogy épülők lennének a csillagok is. Hogy amit lőttem, lehet, hogy azt is meglegyed, hogy hány éves volt ez a tinta, ha a tetején egy épülő. Vannak olyan épülők. Nem sastól. Még egyszer. Tehát ezek a fejlábúak nem csak a tintahal tartozik ide, a polip is. A polipon már nincs ilyen szép piacson, neki semmilyen szilárd eleme nincsen. Nekik viszont így benne itt lenne valahol a testben. És így is néz ki, de miénk is ilyen. Jó? Még annyit a polipokról, hogy azok rokonaik, és annyira nincs benne semmilyen szilárd vázal, amit filmekben láttam, és ezt beraktam egy üvegkalitkába, mint ilyen szilárd volt, és akkor úgy átpréselte magát, mint egy amőba, tehát ha lenne benne valami váz, akkor az széttört volna, nem tudott volna, hogy átjutni rajta, polipokkal semmilyen. Jó? Aztán volt a múltkor szó ezeknek a vázáról, most csak megemlítjük. Ezek is gerinctelen állatok, milyen állat az ilyen? Szarvasbogár. Bogarak, még azok milyen nagy csoportba tartoztak? Rovarok. Jó és más ízelt lábúak. Csak azért említjük meg, hogy ezeknek viszont a váz anyaga már végre valahára nem mész. Miből áll? Kitines. Nagyon jó. A kitin egy szerves anyag. Olyasmi, mint a szarvas, abból a szempontból csak, hogy szerves anyag, de egész más, sokkal keményebb. Jó? És végül még egy gerinctelen állatcsoport, a tengelyesség nagyon jó. Oda is írhatjuk a magyarokat. Itt egy olyan tengerisünk van, aminek a belseje is benne van, volt az állatka, és ennek vannak a vázán ilyen barnás tűrű, szúrós tűrű. Ez a tengerisünk. De rogodam, amit gyakorlatilag mutatottál, hogy nekem pedig. Ez a tengerisünk. Viszont ennek a tengerisünknek sokkal jobban ismertek azok, amiket úgy szoktak tengerparton is árulni, vagy lehet, hogy ilyen ajándékból is van, hogy ilyen
bunkerkövezés kutatása. Hát az nagyon jó, ami ilyen szorosan. Fehérek. Fehérbe is van, színesbe is van. Ez ugye a tengeri sütnek már csak a páncéli, az állat természetesen így benne, az ilyen kocsorészedő. Ez a tengeri sütvázat. Ezen nincs egy tüské. Hát van olyan, aminek tüskéje van, illetve ezek a tüskék le is, tehát ezek olyanok, ezek a tüskék, hogy egy kicsit így mozgatható, úgy mint egy gömbcsukló úgy kapcsolódhatnak, és le is törik, ezeken nincs rajta. Na most ezt fölbe adom. Milyen anyag lehet ez vajon? Műanyag. Nem. Csóvó! Nézd, és azt mondom, hogy nem ismerje le. Tehát próbáld már meg azt, hogy itt a nagy lyukán belenézel, és akkor a középsőt, a másik oldalét meg letakarod, hogy próbáld meg, hogy az azt felé nézd, hogy át lehet-e látni akkor is. Nem. Jó, megnézd is meg, hogy milyen, meg kapíts meg, hogy milyen. Jó, és akkor nézz át rajta, és a másik lyukat meg. Látsz valamit? Igen. Jó, akkor látom, és mindjárt megköszönöm. Na most. Ilyet talál valaki, akkor ilyen fehéret biztos, ugye? Ilyen fehéreseket, jó? Rokonai a tengeri sünöknek, ugyanabb a csoportba tartoznak a tengeri csillag. Hadd már tovább, hogy másod is eljusson, ne találkozom. Jó? Ez is egy mézváz. Valaha ez puhából, és összeállított a mézvázat, mert ez a jövő. Jó, tengeri csillag, tengeri. Majd mindjárt mondjuk. Hogyha átnézel rajta az a meglepő a tengeri sünvázát, hogy ilyen lukacsosnak tűnik, ugye? Csak az is sűrűzős. Na most ez azért van, mert ez a váz, ez nagyon-nagyon sok apró lukacsal rendelkezik, ami így, ha ránézel, nem látszódik, hogy lukacsos oldal, de ha belenézel már, akkor láttad, és ez azért van, hogy az állat testében nem annyira jó ez a rajz, de nem is tudok már csinálni. Van egy csatorna rendszer, egy csatorna hálózat, és ebből ilyen kis, itt látszik rendesen, hogy ilyen kis tapadókorokban végződő, szinte átlátszó kis nyúlványkákat tud ezeken a lukacsokon kibocsátani. Ugye ezek olyan lények, mint a hajszál, mert kicsik ezek a lukak. Úgy hívják ezeket, hogy lábacskák. Mert azon megy, így van, hogy el tud mozdulni, ezt ki tudja dugni. Jó, akkor ennyi, majdnem. Lapozzunk már vissza ide a utolsó. Miből áll, mit mondtam a mész? Hát a mész az nagyon gyakori, ezek szerint a gerésztelen állatoknál. De nem azzal kezdjük az állatunkat, hanem szivacsokkal. Köszönöm. És a belföldi csészétben elvileg a másik csoportnak tűzhetőre. Melyik a Petri csész? Azon lehet, hogy egy kis fedele van. Múltkorában én lekezdem, hogy most pedig van egy kis barna, ebből csíptem le. Barna szarú darabka. Szarú szivacsok. Azt elmondom, hogy a stereo mikroszkópban melyik is az? A felfőnézők és a szürke. Egyszeres nagyításra kapcsolat, beüzemeled. Akinek azt látod, hogy kokosat tartója, a kézzel is meg lehet fogni, egy kis szarú szivacs darabka van. Nagyon
Amikor megszilárdul, és ez is emelik.
szülárdon valami alapcsalat. Van, de nem ez az szerveződési szintet, amikor nincs szövetük, nincs szervő, nagyon egyszerű testfelépítés, úgy hívjuk őket, hogy T-vel kezdődik, telepessű, vagy telepessű. Nincs szervük, nincs nekik fejük, karjuk, szívük, nincsenek szervei, szöveteik. Egy közös vágban általában sok mindegyet él együtt, és gyenék, ne forogják. Szivacsok vázának anyaga ezeknek a spongin, vagy spongin nevű fehérje. Ismerős ez a szivacsra ez a név, hogy angol. Sponge, a spongja volt, ugye? Spongin anyaga van, spongin vagy spongin, fehérje, és itt látható egy másik mikroszkópos képet valaki készített, hogy ez ilyen szabálytalan, nem is látunk meg kristályos szerkezetet. Mi olyat látunk, hogy így elágazott, ugye az a karamellszerű ilyesmi volt, ilyen darabok, aztán ilyen darabok, de nem szabályos volt. Olyan volt, mint egy abancs, ugye? Olyasmi volt. Vagy olyan volt, mint egy ilyen, olyan valami, hogy össze-vissza hajlítgatott út, de még el is ágazott. És nekünk ez barna volt, hát ilyen halványbarnás. Az ilyen anyagra, amit nem ilyen szabályos szerkezetet mutatnak, hanem nagyon szabálytalan, rendezetlen, azt mondjuk, hogy amorf anyag, és kémiával is fogsz majd ezzel még találkozni. Amorf alaptalan, nem kristályos. Az üveg is egy ilyen amorf anyag, csak nem látjuk benne a szálakat, de ha vele látnánk, akkor ilyen látható. Jó? Ez a fehérje, ez mit is mondtuk? Szerves vagy szerves? Szerves. Jó. Még egy vizsgálatot megpróbálunk. Csigaházat próbáltuk a másik csoportban, és az volt, hogy egy csigaházat beleraktunk sósabba, és egy nyugdíj állapotban, csak ennyire fújódott föl. Lassan ment végbe ez a folyamat. Ezért most megpróbálnátok egy olyat, hogy... Mert nincs egy szín. Mert a csészi is így,
hogy nem csigaházzal, hanem ugye állhat csigaházakból kézülik a léta. Ez valahol csigaházak. Ezt dobjál már bele a lombikodba. Türelmeteket fogom kérni, azt kellene csinálni a lupival, hogy a krétával, hogy rácsöppet az a sursavból 30 cseppet, és utána ráhúzod ugye lupi, hogy egyikőtök fogja a lombikot, hogy erősen, másik ráhozja a lupai. Jó, egyikőtök fogja, hogy fogja a lupai. 30 cseppet. Nem mondom, hogy 30. Körülbelül 30. Azt se kaptak a